Ádász küzdelmeket hozott a SZIZM katonai öttusa világbajnokság harmadik napja, amelyen csaknem 20 nemzet, 38 női versenyzője mérte össze tudását a Budapest Honvéd Sportegyesület Dózsa György úti létesítményében. A döntő résztvevői a hagyományos öttusa szabályai szerint teljesítették az egyes versenyszámokat. Úszással kezdtek, majd a hagyományos körvívás után, amelyben mindenki mindenkivel asszózott egy tusra, még egy szakasz, az úgynevezett bónuszvívás következett, amelyben bónuszpontokat lehetett szerezni. A délután folyamán következett a lovaglás, ahol Kovács Sarolta őrmester és Józan Beáta őrmester hibátlanul teljesítették a pályát. Alexejev Tamara önkéntes tartalékos őrvezető lova viszont kitöréssel kezdett, majd akadályt is vert. A döntő utolsó versenyszáma volt a futással kombinált lövészet, ahol Kovács Sarolta ezüstérmesként ért célba, Alexejev Tamara önkéntes területvédelmi tartalékos őrvezető a hetedik, Józan Beáta őrmester a 31. helyen végzett. A csapatversenyben a magyar női katona válogatott az előkelő negyedik helyet szerezte meg. Teljes mértékben elégedett vagyok, kivéve most a világbajnokságon a 14. helyemmel. Annak örültem volna, hogyha 10-be vagyok, tavaly ugye 7. lettem, és úgy gondoltam, hogy ezt az eredményt megint meg tudom csinálni. Az első három helyezettnek Spisiák József dandártábornok, a 6 kiegészítő, felkészítő és kiképző parancsnokság parancsnok helyettese, és Kálai Ákos, a BHSE öttusa szakosztály igazgatója adta át az érmeket. Nagyon elégedett vagyok, nagyon közel volt az első hely, de tényleg nem szomorkodok. Dobogon szeretem van állni, főleg itt hazai közösség előtt, főleg úgy, hogy tényleg nemrég volt Mexikóban az öttusa világbajnokságunk, ahol a zárószámot elrontottam, és ezért csúsztam le a dobogóról, és most ez egy kicsit kárpoltan engem, és be tudtam magamnak is bizonyítani, hogy tudok futni, lőni is, csak ott ez nem jött ki sajnos, illetve nekem ez így az év utolsó verseny, az elég hosszú szezon csináltam végig, és a következő év előtt azért ez egy jó kis löket így a pihenés előtt, illetve majd elkezdeni a felkészülést a kvalifikációs évre, hogy ilyen jól sikerült ez a verseny. A sportrendezvény a férfiak döntőjével folytatódik.